Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos! Jó van, oké. Egyébként ilyenkor nem tudom, hogy mit érzek, és ne haragudjatok rám. Belepörgettem az időbe először, és azt fogjuk csinálni. Itt nagyon nagy rendetlenség van, gondolkoztam rajta, hogy kidobok mindent. Nem mondjátok, hogy esik a hó! Bazd, esik a hó ebben a játékban! Na! Azért nem akarom kidobni, mert így pontosan tudom, hogy mi az az alkatrész, hogy kell keresnem, érted, hogyha majd meg kell vennem. Erre gondolt a képer, de egyébként esik a hó ebbe a játékba, hát megőrülök. Na, elmegyünk, megnézzük, körülnézzük, hogy milyen alkatrészeket lehet majd venni. Milyen felnit kéne vennünk a Verdára. Jó, srácok, annyit akkor annyit megcsinálunk. Mindjárt nyissuk a bótot. Ó, van széles lemez, ott van a Mongels. Júj, hát nagyon púlos be, izeig vannak, R15, ez ilyen széles, de várjál, hát csak R15 annyi van. Hű, várjál, de az is fontos ugye, hogy hány liki falni, mert különben nem fog fövenni rá. Nehogy itt 5 likit vegyünk. Jó, ilyen lenne jó, ilyen széles lemez szerintem-e? Vagy ilyen? De várjál, ez R15-ös, ez R14-es. Mondjuk az R14-je jobban üne, tudod? Azért az jó lenne. Ugye nem mindegy, hogy hány lukút, milyen osztókört veszek, nem amizét veszek be, ez ami nem megy rá. Úgyhogy a Mongels az semmiképp nem jó, hát a Ladán azon 4x98 van egyébként. Mi a pöcsöm? Nem mondod, hogy behavasodott a Fennig teteje, gyerek! Kicsit bázik a ízét, kecód. Nézzétek, a Fennignek a teteje ilyen hó van. Ja, ilyen R14 lehet, hogy az lesz a jó. Mennyibe kerül ilyen? 6x6-ban, hát ló szar, gyerekek, minél gyorsabban össze kell rakni a ladát. De most ez halál komolyan, hogy hó van a Fennig tetején. Nézd oda, hát ez megőrülök. Vagy rozsdás, vagy mi az? Te nem, te bazza, itt 10 év van, el van sápodva a fű. Itt tél lett. Srácok, ti számítottatok? Most nem azért, hogy itt változnak az évszakok. Változnak az évszakok. Jó idők, rossz napok, nem tudom, hogy vagy tovább, ez az egész valami. Na nézzük, mi van itt egyébként. Mi van itt? Ott van egy zsiga. Oda nézzetek, milyen patika zsigut lehetett volna venni. A rauzsaszín, nem kellett volna az összetört kotlát megvenni, mi? De az nem lett volna ugyanaz. Gyerekek, esik a hó. Mi ez? Oda nézzé, kabriolada. Ezzel aztán, ha? Vagy sem mondod, egy ilyen kabriolada se lenne gyenge, roll cage-et belerakni, tudod? Na jó, van, ne. Engedjük el. Merevebb a karosszéria ugye a kabriónak. Azt tudtátok, hogy egy kabrió az nehezebb, mint amelyiknek van teteje? Autók közül? Mondjuk fogsz egy, mit tudom én, akármilyen Golf 3-as kabriót, most tényleg tök mindegy, meg egy Golf normált, a kabrió nehezebb. Bármilyen meglepő is. Gyerekek, itt meg nyő a hó. Hát ez nagyon jó lesz, hogyha itt meg elepi a hó az alkatrészeket. Az én szerencsém. Na srácok, én itt kigondoltam, kiakkumuláltam közben, hogy mit kéne csinálni. Én nagyon, mondtátok, hogy nagyon bizergáljabb szét az egész járművet, mert nagyon rá fogok cseszni. Úgyhogy szerintem az lesz, hogy a tűzfaltól előre meg fogjuk építeni a verdecskét. De félek, hogy ez a tűzfal is nehogy véletlenül basszus görbe legyen, mert nézd meg, itt is belátni, oda né. A tűzfalat még le kéne vágnom, azon gondolkodunk. A tűzfalat még le kéne flökszőnyi. Aztán ha elcsesszük, veszünk egy komplet ladát. Itt ezt már leflexeltem? Aha, ott is. A tűzfalat le kéne flexelni még, és akkor menni. Meg is történt az esemény, jó. És akkor a tűzfaltól indulunk meg, veszünk egy tűzfalat. Ez mi? Ezeket, na ezért nem dobom ki, azt se tudnám, hogy hogy hívják. Firewall! Lada Firewall-t. Kéne venni egy Lada Firewall-t. Oakhorn, Lada. És akkor... Fire. Így, ezt a kettőt meg kell venni. Búj, búj. Tudom, hogy báj. Nem báj. Búj. Búj! Jó, és akkor innen építkezünk. Mindig az új alkatrész kerül föl. Hát ez biztos, hogy patika, ért, de ennek most már... Na aztán mehet a hegesztésem, és akkor ami nem köl, az megy ide ki.
Gyerekek, máma a Lada építési projekt indulási van. Egyébként nem sokan nézitek ezt a sorozatot, de aki megnézi, annak meg biztos, hogy bejövős. Na várjál. Ezt is rá tudom pattintani? Rá tudom. Jó, viszont olyan helyeken kellene meghegeszteni, ahol biztos, hogy meg kell hegeszteni. Una hegesztyű. Itt a hegesztyű. Aztán akkor ez hogy működik? Baza, ez még mindig nem nézek semminek utána, azt se tudja képen mi a szar van. Na, védert vedd elő. Figyelj. És akkor az a gond, hogy itt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy a tetőt is levágom, szóval akkor ezt... Fú, de várjál! Mert ezt itt fölheftelem, akkor utána el kell újra úgy szabdalnom. Most azt kellene csinálni... Azt kéne csinálni egyébként az alváznak az alkatrészeit. Ezt megfigyelj, ezt megpöccintem egy helyen. Ennyi. És... Az alvázat is le kéne vágnom róla, sorba, a gardán alagutat, meg a küszöböket, és akkor így mindent így sorba. Sorba kéne haladni. Na most hiába hegeztem ott föl a gardán alagutat, ha egyszer, azt úgyis mindjárt le fogom vágni, érted? Akkor eddig a... Itt hol van a flexem? Állj, nem, hogy mindig ez a flexkorog olyan gyorsan elhasználódik. Itt néztem, hogy itt kéne... Hű, bassza, csak nehogy véletlenül... Teljesen leszabjak mindent, mert akkor tényleg azt mondtátok, hogy baró nagy baj lesz. Baró nagy baj. Figyelj, ízét kellene. Kardán alagutat kellene. Az egész szalvázat ki kéne cserélnem. Aha. Jó. Ja, a flexkorong nem ment, borér. Úgy gyerekek, ez a flexkorong, ez úgy fogy, mint az istennyire. És ezt hogy kell kivernem? Mindig elfelejtem, hogy kell kivernem. Komolyan mondom, ez... Egy darab volt benne, miért csak? Hát ez a marha jó. Gyerekek, itt egy lodához el fogok használni egy egész izét. Kozol flex korongot. Na. Figyeljétek, akkor ezt kéne kivennem, ezt a taposót. És ez a projekt megy. Ezt az oldali taposót kéne kivennem. Ugye, itt ez végig köflexelem. Na most már ki kéne, aha, jó, ki is jött. Mondom, ennek a taposóra ki kéne jönnie. Oké. Okay. Kéne egy ilyen taposó most. És akkor sorba minden cserélünk. Fluor Air. Ladához Fluor Air. Bazza, kikor a széria az a fullos ladát. Nem gondoltam. Fluor Air. Mindig csak az veszem, meg teljesen mindegy, nincs szállítási költség, amit éppen csinálunk. Azaz, gyűjt a hegesztő. És ezt visszahegeztem, de csak olyan helyen, ahol ugye itt. Hát, erre gondoltam, látod? És itt már a kardán alagutat még nem, mert ezt már ki fogjuk vágni. Meg ott se hegeztem meg, hanem a küszöböt se kéne meghegesztenem. Gyerekek, rendesen esik a hó. Hanem azt kell, hogy akkor kivágjuk a következőt, kivágjuk a kardán alagutat, és akkor az alváz szépen lassan minden alkotó eleme ki lesz cserélve. Ott is, amott is. Még nem cseréltünk semmit, ugye? Még nem, mindig, még csak vágtuk. Gyerekek, néha leesik az FPS-szel. Na. Jó, aztán utána küszöböt is cserélünk, B-oszlopot is, mindent. Oké. Okay. Felinkább mondanám már, ne tökölj, csináld. Na. Viszont tényleg el kell menni flexkorongért, majd ide szembe át tudunk ugrani, úgyhogy no problémo. Ezt is ki kell flexelni. Aha, a kardár alagút kiesik, jó, nem baj. Várjál. Nem baj, egyébként ez egész jó alapotú lehetett. De minden új, gyerekek, minden új lesz, minden új. Az egész ladár, az összes kaszni ellen mindent kicserélünk, az nagyon lényeg. Mi hogy nevezték ezt? Egyébként ezek tunel. Ja, hát alagút, igen. Hát ezek ilyen... lófasz pénzek, gyerekek. Jó, hogy van a keeper itt elökörködik. Na? És itt sokkal jobb a My Summer Carhoz képest ez a játék, gyerekek, ilyen izé, ilyen epic jó. Komolyan. Mármint maga a...
Az autó itt szerelése, de várj, akkor ezt már lehegeztettem, ugye? Ezt le lehet hegeszteni. Ezt is le lehet hegeszteni. A küszöböt még nem akarom, mert azt még leszedjük. A konkrétan a tűzfalnál mindent lehegeztetek. Jó, akkor már most megvághatom. Ó, elfogyott a izőm. Elfogyott a stanyecli. Hol van? Most komolyan fölkapcsoltam egy zseblámpát, de hadd legyen, de mi? Hogy az anyámba kapcsoltam fel? Na várja, volt valahol izé. Figyelj, ezeket át kéne pakolni dolgokat kicsit. Minek a gittelés? Azt mondjátok már meg. Hol a... Bána, itt van a... Egy helyen legyenek a dolgok. Várja, ezt ide lerakjuk. Ezt így kell ám, hogy... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Szedjük ki az összeset belőle, úgy. Ezeket, meg egyébként kukába kéne minden dobálni, tudod? Mert itt van kinn a kuka. Kukamuka! Kukamuka! Na. Egy darab izé. Ilyen valami. Na most ez mi? Ó, te fiú. Most akkor hova tűnt? Na most azt elvett borér az egyik izé, pálca. És ez halál komolyan, hova az anyám balagába rakta el a pálcát? Egy pálca event, izé, event világgá. Ez a pálcafövés, hogy van ez a pálcafövés? Ide le kell raknom. Egy pálca ment a levesbe. Ne hömbölödjé! Ne, már mi van már? De előbb megdicsértelek, hogy jó, viselkedik a izéd. Dolgaid. Aztán egy pálcánk az event, izé, kenyába. Nya! Amit még le kell hegeszteni, ezt lehegeztetem, ugye? Ezt lehegeszthetjük. Jó, egyébként amúgy is vannak rések, látom. Semmi gond. Az egész alja mindjárt ki lesz hegeszve, várja, ezt ide kell rakni ilyenkor. Oké, le kell flexőnyem. El kell menni flexkorongért és kibontani az összeset. Mi van itt, gyerekek? Pazdra, hogy itten változnak az évszakok ebben a játékban. Hát menjen a francba! Hát erre nem gondoltunk. Na, hogy kapcsoltad be a zseblámpámat? Még egyáltalán honnan van zseblámpám? Na, nekem ilyen izé köl. Oké, okay. Jó, ide került? Aha, jó. Izé kell. Aha. Elraktuk. Elraktuk, átvisszük. Van! A My Summer Cardosok egy csomó talulatnál megjettő, hogy van már bug. És ebből tudsz, bug, és tudsz belepakolni. Jaj, vannak itt érdekes dolgoskák. Amúgy nem ez kellett volna benne. De nem baj, ez is kell. Na, fogy mind az Isten. Flexkorong kell. Hogy foghattátok a fejeteket? Hülye gyerek, flexkorong. Na várja. Ebből is jöttünk egyet dobozza. Meg jó, hogy közel van a bolt. Ez is tök jó. Nem kell érte elmenni 1000 kilométeren keresztül halált megvető bátorsággal, érted? Ezt mindjárt kiszórok, érted, egy csomót. Az lesz, hogy... Földről vesszük fel összer, jó? Üres doboz, megint. Össze-vissza minden, nehogy jól érzem magam. Mindig megszoktam, hogy a My Summer Car-ba le kell feküdni a földre, és lefekszek mindig, pedig azt itt meg nem is kell. Hol van a flexem? Jó, hát ezt mondjuk nem tudod megcsinálni anélkül. Ja, még van rajt, bazze. Még van rajt. Na, mit kell lefekszőnyi? Ennyi volt. Egyébként azt megcsinálták volna, hogy ránézek, az fölveszi. Nem kellene lerakni, aztán így rárakni, de jó, ennyi legyen a legnagyobb bajom. Nagy bajom. Most szerintem ettől már ki fog esni. Nyet. Nyépo nyémaj, hát, na azért mondom, hát ki kell esnie. Másik taposó levez. Flúr el, ugye? Flúr el. Ez az. Mehet ez is be. Bazze, ez nagyon jó, egyébként Ferike is pont mondta a haver csávó, hogy bazze, hogy meg van csinálva? Hát erre nem számítottunk, hogy így izére kiszét lehet kapni bucira az egész járművet. Nagyon brutál, nem? Azért nagyon kemény ezt tényleg. Na már hát. Vérd föl! Na itt akkor viszont mindent is lehelkezthetek. Úgy.
Itt is. Itt még nem, vagy itt, ja itt igen, de itt a hátulját is le fogjuk vexelni, ugye. Ezt nem tudom, ezt várja, hogy van. Ezt a részt, ezt még le kéne bontani teljesen. Szét kéne vágni. Úgyhogy akkor megvannak a taposók, meg megvannak. Megvan a front, meg egyébként vettünk egy izét is. Egy front felső részt, de azt még nem akarom egyelőre rárakni. Mert ott lehet, hogy még lesznek módosítások, lehet, hogy ott még kapcsolódik. Le kéne vágni ugye az egész hátulját, hogy még a kocsidat. Na várjatok gyerekek, itt mindent is szétvágok. Most már azért úgy egybe van nagyjából, ugye. Aztán, ahogy esik szét majd. Úgy majd. Ezt akartam mondani, hogy esik szét, úgy. Hú, wheel. Wheel well. Wheel well error. Ja, hát még az elejét is vissza kell építeni. Feel-vel RR. Feel-vel RR. Ugye? Ez volt az. Nagyon csuti, csudi, csudi, csudi látos. Csudi látos. Jó, és akkor ezt is. Pattanj föl. Ja, ez az oldal. Úgy zsirulj gyerekek a gép. Ezt is egy-két helyen így megfogatom, de azt fogom csinálni, hogy mindig csak ahhoz fogatunk, ami ehhez fogadhatok, és máshoz még egyelőre nem fogatom, mert levágok mindent onnan. Lehet, hogy le kéne most egybe vágnom, mert már unom, hogy így egyesével bagdolok. Na, mindjárt megnézzük. Akkor várj, ez ki lett cserélve, ugye? Nézzük, itt van a hátulját, és le kéne csapni. Most az fodaf, mi történt? Valami leesett. Ez mi? Jó, ezt meghagyjuk. Ez a padlólemeze volt ennek. Azt nézem, mi van még? Ez a izéhez tartozott egyben? Nem. Az nem egybe volt, ugye? Az egybe, itt eddig volt a karnálagút. Várj, engedjük le itt. Levágom én az egész hátulját, pedig félrerakom azokat az alkatrészeket. A padló az legyen kész. Teljesen. Az egész padlólemez. Na srácok, itt vannak érdekes dolgok. Uha. Valami szerintem... Jaj, nem megint a flexkorok. Jó, semmi gond. De viszont most legalább így ide az asztalomban. Nem tart sem eddig. Na srácok, mi a helyzet itt? Itt is van valami, amit meg kell vágni. Hoppa, ott le is jön valami. Jó, és ide rakom azokat az alkatrészeket, amit levágok, jó? Azért, hogy tudjam, hogy mi a stájsz. Na, itt akkor az volt kicserélve. Itt a hátuljában még vannak dolgok. Szerintem, az nem tudom, az nem egybe volt eddig. Aha, itt kell levágnia. Ennek kéne valahogy legyűrnie. Hát ezt nem tudom, hogy fog lejönni. A ízét kivettük, baze. Kalap tartott meg azt a merevítőt. Aj, meg leesett a íze is. Oké. Okay. Ez a panel. Semmi gond. Csak jegyezzük meg, mi a franc van. Aha, ez a kalap tartó merevítő témát, ezt is levettük. Ezeket vissza kell építeni. Ide kell rakni mindent, amit elketetek. Egyébként szerintem azért zúran az FPS, mert ha minden kacat itt szaraszéd van, és össze-vissza bugolnak. Tehát le kéne esni. Azért mondom. Na gyerekek, akkor kellene nekünk az alvázzal foglalkozunk, ugye? Kellene itt építenünk tovább, kellene. Egyébként az teljesen el volt tűnve az a baloldali izé. Cucc. Hogy azt már régebben levágtam. Na mindegy. Egy RR, nekünk kellene egy RL, ilyenből. Ugye, ez kellene. Az másik oldalra. Úgy, és le kéne hegesztenünk. Úgy gyerekek, ez zsírúj lesz, bazel verbe. Zsírúj. Hozzuk a hegesztőt. Ha, ja, ezt egybe le is hegesztett, de jó. Na,
Akkor itt megvagyunk, ugye? Megnézem, hogy nincs elegesztési pod, mert utána ráépítek még valamit, nehogy rátakarjak. Szerintem ez masszív, ez kész. Ez le van hegezve minden gyerek. Várjál, nem, azért tűnt el. Mert nincsen pálca. Azért, mert ugye, akkor eltűnnek, ú, de jó, hogy ezt észrevettük, várjál. Ezt fordítsuk már fel, mert itt nagyon zavaró. Az a pálcát azt az életben tart meg, ha egyszer elveszített szemelő a gyerekek, úgyhogy azzal vigyázzatok. Várj, ezt itt le kell venni. Le kell tenni valahova. Pálcát így, oké. Okay. Ah, de azért nem látszott, te kell, hülye vagy. Szétesne a verd, ami. Okay, küszöbök azok még egyelőre maradásiba vannak. Hát itt most már egybe van minden, látod? És akkor most kellene nekünk, és ki kell szórni azokat a dolgokat, amiket ez kellene nekünk, ez a fluor trunk. Ezt ide, az ilyen nagy halombas fluor trunk. Na. Ez a rendszer is marha jó. Fluor trunk, ez kell. És akkor építjük tovább. Nagyon ráfügtem. Ez teljesen jó, olyan jó rendszer, hogy odarakja, fogod, mutatja, hol kell, lehegeszteled. Egy, kettő, innen meg három. Ez is, miért nem, azt egybe le is húzta. Ó, de jó gyerekek, szakad a holdként meg. Viszont tényleg, ez a rendszer, ez karó jó. És akkor mindig azt kidobom, amelyik... Ez a middle panel. Ide dobálom, ami már nem kell. És nehogy bekeveredjen valami, ez mi? Ja, izé, pedálsor. Ide dobálom, ez lesz a szeméttelepünk. Ezeket egyelőre ugye mindent oda fogok dobni, amíg már felkerült. És akkor itt tudom, hogy mi az, ami hiányozhat. Ez mi? Ja, ezt már egyszer kivettem azért. Aha, itt van. De az, igen, ez lagoltat, tudom. Jó, mondjuk 59 FPS. És mi volt? Middle. Új lada, zsírúj ladát építünk, jaj, de jó. Middle. Van ez az. És ott a lipje is, ugye? Az a... Ezt le kell engedni. Jaj, hogy egyébként annyira kézre áll ez a játék. Jó, és akkor utána kivágjuk az oszlopokat, levágjuk a küszöböket, azok is zsírújak legyenek. A festése milyen, ha zsírújat veszek? Az milyen lesz? Az nagyon érdekel. Hegesztés. Na. Aha. De valószínű ugye még a következő alkatrészek fognak hozzá kapcsolni. Most itt szerintem nem kapcsolódik más hozzá. Ja nem, már megint a izé. Meg... Ó, de jó, nem jó. Bazen, hogy eszi a pálcát, gyerekek. De a pálca felrakás az az egy az, ami egy kicsit olyan szopatása köbön. Oda nézd, micsoda izé. Ezt azt elvesztett, tényleg vége bulinak. Na. Hum van. Halu nincs. Nem, ezt nem kell biztos a végeit majd kell elgeszteni. Ugye ezt még kapcsolódnak majd az oldalsó idomok. Úgyhogy az semmi gond, jó lesz. Oké. Okay. Jó, ez akkor megvan. Figyeljetek, egyébként tök egyszerű lenne bekötnöm az alvázat, ha egyáltalán... Vagy megcsinálom az a... Mit? Mindenkinek a... Nem az alvázat, hanem ugye a lengés csillapítókat, meg a futóművet, ha egyáltalán még így hagynám. Az tök jó lenne. Ezt ide föl pattintottam én. Vagy ide még megy. Jó. Amit kéne csinálni, gyerekek... Egyébként kicsit elfordult a... Nem előn, de nem gond. Nézzük, mi van itt. Van egy ilyen lip, ugye? Ezeket egyelőre itt hagyom, mert a karosszéri elemek, külső karosszéri elemeket egyelőre hagyni fogom, bár ez ugye tartó elem is. Le kéne nézni, mit kéne levágni róla, akkor már így megvan ez az alváz. Ja, itt is folytatni kellene, ugye itt, fú, na várjatok. Ugye ez a hátsó, ezeket meghagyom itt. A front panel, ez mi? Ez mi? Ez mi az anyám balaga? Ez mi?
oldalsó, ez itt jön. Aha. Akkor front panel, kell egy jobbos és egy balos front panel. Hangos a táj, marha jó. Kell egy jobbos és egy balos front panel. Az mindenképp kell, mert különben motort nem fogod tudni berakni. Így kell egy front panel. Figyelj, izét is lehetne rárakni, 1005-ös baszkot. Kár, hogy 21.07-et nem lehet, vagy 21.05-et kockoladát. De viszont kell egy jobbos és egy balos front panel. Most már vígan csináljuk. Ez elég jó. Azaz gyerekek, na azért már Keeper az a komolyabb oldalom, te nagyon tudod. Valahogy az 1002-es ladát azt így fölkészülve az ezt így tudom vágni darabokra. Na hon vagy? Hegesztés. Így az igazi, nem gyerekek, újraépíteni az egészet. Így biztos, hogy patika lesz a lada. Én nem akarok egy patika ladát, nem akarok izajével járni. Rozsdakupac, akármi. Ez olyan lesz, ez zsírúj lesz gyerekek, zsírúj. Zsírúj. Viszont a front, a izét nem kéne fölraknom. Na, easy. Na, valami legyen ma, hegezz meg. Ide be tudnék szépen állni, hogyha nem lenne ugye... Figyeljetek, föl kéne szerelem a ladást, és utána be kéne szerelem a motort, meg ilyenek. És akkor utána kellene nekem nekiállni a cullangokat fölrakni rá. Sőt, a küszöböt is mindjárt levágom, a tornyokat kivágom, meg a tetőt lecsapjuk. Jó, gyerekek, ez lesz a projekt. Egyelőre szerintem ez itt tök jó. Ez mi? Ez a firewallnak a tűzfalnak a takarója. Okay. Ki kéne vágnom a küszöböket, le kéne vágnom a tetőt. Azt csinálom szerintem. Most először vágjuk le a küszöböket, meg a B-oszlopot is kivágjuk. Ami nincs fönn, nem kerül fönn, az nem kerül a kupaszba egyelőre. Meg egy sportülés kell, vagy gyerekek, ne vicce, figyeld. Kivágjuk a izét. Kivágjuk a... Mindjárt elmegy a flexkorong. Mindjárt megnézem, hogy... A felső részét is megnézem. Meg hogy lehet levágni. Tetőt le kell vágni. Azt gondolom, le lehet vágni a tetőt. Hogy itt vannak az izék? Hogy? Szerintem levágtam a tetőt. Mit vágtam már megint le? Bazze, hát már egyszer az... Már megint mi a tököm ez? De várjál, hát ez... Ez vettem újat. Mert ez... Ez a zsírúj. Fölraktam rá a zsírújat? Ez a zsírúj volt, mi? Hó, te fiú. Akkor ezt ide rakom. Vettem rá, én nagyon el vagyok tüzébe keveredve most. Ez meg még mi fogja itt ez, gyerekek? Ja, már megint csak lement a flexkorom. Hát ezt megtanulni, öcsém. Na nézzük, hol kell végig levágni. Hogy legyűjjön a teteje a gyárműnek. Az a küszöb az leszakadt. Jó. Nekem esélyesnek tartom, hogy ez mindjárt darabokra hullik ez a verde gyerekek. Várjál. Egy küszöb, Isten áldjon. Ja várjál, még nem vettünk újat, addig ugye ide jön. Amíg még nem vettünk újat. Másik küszöb, oda megy. Ezek is zsírújak lesznek, bazze. Hát... Ez bazze, mi a faszért nem jön? Mi a fenéért nem jön le a tető? Hol van még hegesztett pont? Egyébként ez miatt a sok alkatrész miatt szerintem úgy izzad a gépem, mint az istengyile. Ott belül vagy hol van ezen? Nem tudok rájönni, hogy ez hol van még lehegezve. A tető, meg az oszlopok. Gyerekek. Már csak az alváz maradt tényleg itt. Várjál szerintem. Aha. Okay. Júj, gyerekek, júj. Az oszlopok ki vannak csettintve. Te tőle van szedve, tesó. Vaze!
Nyíl, alváz. Alvázon vagyunk, gyerekek, alvázon vagyunk. Full alváz. Nincs semmi. Nagyon jó. Nagyon coolok vagyunk, gyerekek. Én ezt nagyon élem. Ugye, na, innen aztán most felépíteni, mi? Szerintem teljesen jól fog menni a felépítés is. Nagyon gondolkozok rajta, hogy egy motortartót, nem tudom ez hogy épül fel. Hogy nevezték a motortartót? Az a baj, itt egészbe szedtem szét alkatrészeket, úgyhogy az érdekes lesz. Hú, gyerekek, ez hogy fog ez fölépülni? Te Jézus Isten, már ide már kelleni fognak ezek a szerszámok. És ezeket valahogy... Basza rendesen, hát nem beakad mennyire. Nem, 40 FPS-re esik le. De szerintem ez a sok alkatrész, ez biztos nem tesz jót a helyzetünknek. A izéket el ki kéne dobni, azokat, amiket már nem kellenek. Legalább ezeket a... Ugye ezeket be tudod szórni ide. Ad érte pénzt is. Aha, ez ilyen vas hulladéknek így beveszi. Az jó. Mennyit adott érte egyébként egy ilyenért? 6 font a vége, 70. Hát ilyen 4-et. De egyébként az nem rossz, mert azért valamilyen alkatrésznek még azért simán kijön az ára annyiba. Úgy, Sanyi, mi van itt? Itt van az egész kaszni. Ebből össze tudnál dobni egy izét, egy ilyen rozsdabogját, mi? Gyerekek, rendesen nagy a hó, bazza. Mi a... Mi a szar van ebben a játékban? Nem csoda, hogy itt izé szemben a gép, meg még rá havazik is, öcsém. Hát erre egyébként egyáltalán nem számítottam, hogy leesik a hó. És így meg is látszik mindenhol, ilyen fehér textúra cserélet, meg... Ez beszarok neki. Meg jó, hogy nem izé... De durván néz ki. Te Isten! Nem lehet dobni? Nem. Ez nem az a játék. Ja, láttam egyébként olyan autót így, hogy valaki úgy csinálta meg, hogy így nem rakott gyakorlatilag a kaszni elemeket rá meg semmit, hanem csak igazából így, így volt megcsinálva neki, és az a közlekedett. Hát én semmiképp nem olyanra akarom, hanem egy Racsi 1002-est akarok. Legelsőben lehet, hogy a futóművet alá kéne pattintani, szerintem ez bővel így alá megy már. Ugye, nem tudom, hát szerintem a izéked a takaró elemeken biztos, hogy nincsen. Figyelj, még mindig 30 ezer pénzünk van, tehát simán ki fogjuk hozni a gyerekek ebből. Belteret is meg tudjuk így építeni, legutoljára a tetőt kéne rárakni meg a izé elemeket. Jó, ezeket meg tényleg azért tartom meg, mert tudom a nevét, mert amúgy meg a franc se tudja, hogy pont mik ezek, tudod. Mert ilyen hülyén vannak elnevezve, hogy RRB, Flóra, izé, akkor abból sok nem jön ki. Na gyerekek, egyébként itt nincs egy rohadt világítás, vagy valami, vagy most megy. Ja, és lehet ám nagyítani a műhelyt, meg ilyeneket lehet ebbe csinálni ebbe a játékba. Jó. Akkor, hát én a futóműnek ugranék neki, nem tudom ti, hogy vagytok vele. És nektek a kutyátok, hogyha van benti kutyátok, azt megkérdezem, szokott fingani, mert a Sanyi olyan durrantott itt az óram alá, hogy az őrület. Rendesen izé van, gyerekek. Rendesen bürös van. Itt fekszik alattam, azt ide durrantott egyet. Hát a szeme álljon meg ennek a kutyának. Bár azon gondolkozok, hogy a bölcső az kell az első futóműhöz, ugye látod? A motortartó az egész bölcső kell. Mert abból épül fel az futómű, úgyhogy azt cseszhetem. Úgyhogy azt mindenképp meg kell verni, azzal kell elkezdeni. De ugye mondtátok, hogy minden motorhoz más bölcsök kell. Úgyhogy ez érdekes lesz, nem tudom azt, hogy fogom megoldani. Na innen kezdődnek a bajok egyébként. All engines, és akkor úgy kéne, hogy ki kéne találni milyen izé. Ugye mondtátok, hogy a sor 4, vagy pedig a sor 6 dízel, azzal lehet jó dolgokat csinálni. Engine, nézzük. A sor 6 dízel az egy nagyon epic turbo dízel, abból lehet nagyon jó húhogós dízel csinálni. Azt nézem, hogy hol a turbo. Az 1.6D, ez nem jó. Itt nincs izé, te ott a turbója. Ez nem olcsó. Azt mondtátok, hogy a V8 ez nem a legszuperebb. Egyébként figyeljetek, veszek egy izét, egy másik ladát, azt meg megcsináljuk izének. V8-nak, vagy akkor már veszünk egy V8-at, azt is szétkapjuk.
Nem tudom, a izét meg kell nézni, sor négyeket, hogy milyen blokkok vannak. Van egy 1-5-ös sor négy, ugye? Na nézzük a izéket, a blokkokat nézzük, a blokkokat csak. Ez mi a pacsam egyébként? Na, jó, oké, blokkokat nézzük. De nézzük, beütük. Blokk. Aha, E8, ott van az E8-as. E8-as izét. Ezt írtátok, hogy ez nagyon adja. Ez a sor 4-es E8-as, és ezt meg lehet turbózni. Ezzel azért tipikus Lada őrületet lehet csinálni. Ami ugye még opció az, tényleg a... Ugye végignézzük őket. V8-ban van több? Ez miért kellett? V8-ban egy darab blokk van, az az 5,6 literes. Ugye van a sor 6-os blokk. Ja, van benzines sor 6. 3,5 liter. Aha, ja igen, az a maszklekárokban szokott lenni. Meg van az, ugye a turbodízel. 3000-es turbodízel blokk. Meg hát a motorblokkok, azokat engedjük el. Na figyeljetek, én azt mondanám nektek, srácok, hogy az E8T-t kéne megcsinálni. Azt mondtátok, az jó is. Az ugye ilyen tipikus, nagyon fasza blokk. Úgyhogy ezzel kellene valamit kezdeni. Viszont kellene nekünk ehhez egy body, egy olyan, amire ugye föl tudjuk rakni, azt nem tudom, hogy az anyámba hívják. Egy bölcső, és az nem tudom hol van, ott a rollkés gyerekek. Azt a betyár. Látjátok, a bölcsőt szóljatok. Hát ez most ilyen, mert fogalmam sincs, hogy hova rakta. Az enginehez rakta már a bölcsőt? Vagy a suspensionhez? Nem tudom. Már izé van. Fú, figyelj, izé, vannak különböző diffik. Figyelj, van izé, hegesztett diffi, bazza. Piros rugó minden, azt a betyár van. Itt van a izé, ó, ja, akkor a izénél van. Ez, hova mentem? A suspensionnél vannak ezek az ilyen dolgok is. Sorry, az ilyen kiegészítők, ugye? Ez mi fasz? Ja, ablaktekerő, te édes Isten. Még azt is nekem kell beszerelnem, ez szemem álljon meg, mi? Lámpatest. Ne, lehet ilyen izét venni, hálót, ezt figyeld, meg leláskirácsot. Minden, interior, break. Az anyámban van. Várja, mindjárt kiderítem, mert megnézem a több, az hol volt. Ez milyen neve? Cross member. Cross member. A fasz. Ez is szar. Mi az anyád van? Most mi a tököm? Mi ez? Rossz. Rosszul ütöttem be. És én vagyok a hülye, vagy mi? Vagy mi? Az engine-nél van, azt azért nem tetszik neki? Vagy a brake-nél? Lehet, hogy amiatt. Interior. De bazzel, nagyon rá cseszegél itt. Suspension. Nem a... Mi a tököm van, gyerekek? Nem jó ütöm be, hogy egész, nem kell egészen beütni, hát hiszen előtt sem ütöttem be. Cross member, két S-sel, meg a két M-mel. Így van írva, bazza. Hát így van írva, mi van bár? Ne szivassanak engem. Hát így van írva az az alkatrész. Mi van, bazza? Most komolyan mondom. Hát nehogy már ezt nem lehet venni, ezt az alkatrészt, akkor mindjárt öngyi leszek. Ezt a rohadt motortartót, ezt hogy lehet megvenni? Hát azt mondja, hogy ezt nem tudom megvenni, meg első erejéből magamat. Ezt így bontanom kell, vagy mi? Nehogy már. Ez a neve.
Ez a neve, nincs semmi más. Ez ilyen kereszt, nem tudom micsoda. Ilyen cross. Hú, kezdődik a dolog, bazze. Ó, kárhoz beütjük a cross membert, megnézzük, hogy akkor kidobja. Nem, bazze. Nem dobja ki sehova. Megnézzük az All Engine-hez. Cross member. Így kidobja, bazze. Ó, hogy rohagy meg. De érted? Na, most akkor melyiket kell megvennem? Hát valószínűleg ugyanazt kell megvennem. De miért, miért nem dobta ki az előbb? Azt mondja meg valaki. Hát valószínűleg ezt kell megvennem, ugye amúgy is sor... 4-es. Ez volt az. Miért nem dobta ki? Vladánál. Hát ez az bazze, ez az alkatrész. Rohadj meg. Nézd meg. És ezt hogy kell beimpregnálnom? Azt most komolyan mondom. Jaj, kezdődik a móka, gyerekek. Hogy kell ezt itt beszerelnem? Ha, ott vannak csavarok. Jó van, kezdődik. Jó, egy kicsit izéltem, anyátlanodtam, hogy most akkor mi az anyám van. Ez 4 csavar, ugye? Figyeljünk be, azzal ki ne szakadjuk. Ez minek a helye? Itt van 4 darab csavar. Jó, azt egyelőre ide rakjuk. Azt lelesem a másikról, ne vicceljé. Ide, azt is beviszem. Aztán innen tudni fogja a keeper. Bár, én lehet, hogy azt csinálnám, hogy akkor motorblokkot kezdeném el szerelni. Be, nem? Nem, gyerekek? Aztán hogy az agyamba? Be tudom szerelni a helyén? Mert ugye van nekünk egy ilyen motorblokk forgató kutyafülénk. Ami azt sem tudom, hogy működik. Ez se... Igen, ez nem is működik, vagy... Engine stand. Ez csak tartó? Ez csak tartó, azt írja, mert... Csak azt írja, hogy stand. És más nem... Nem lehet vele csinálni így. Nem engedi. Jó, hát akkor próbáljuk meg beszerelni a motorblokkot ide. Az lesz, gyerekek! Motorblokkot megpróbáljuk beszerelni. Ugye a motorblokkon... Azt nézem, hogy van-e külön ilyen tartó. És valószínű, hogy fog kelleni. Látod? Hiába... Van olyan plusz tartó. Ez milyen lada volt? Mekkora motorblokk volt benn? Ez 1.5. Csak ugye mi csinálunk egy 1.8 turbót. Na, visszatérünk a ladához. Ezt megjettem egy kicsit, hogy nincs sehol. Csinálunk egy 1.8 turbó ladát. És ugye ki kéne választani, hogy akkor mi a sor négyekben gondolkodjunk, hogy ne rakjon nekem olyan alkatrészeket. Jó, itt már azért drágább. Rajt van a tartó. Ami ugye illeszkedik oda. Úgyhogy akkor mehet. Nagyon jó, imádom. Hol van a beszerelési pont? Nem kell vele semmit csinálnom. Jó, ez már így jó lesz. Hol van a kulcsom? Kettő csavar megvan, gyerekek. Mit kéne először építeni? Azt meg kell csinálni az alját. Kéne nekem egy főtengely, meg a dugattyúk. Nem tudom, az egyben van a dugattyú a izében? Na, itt. Hajtókarokkal? Remélem, nem külön van minden tökem tudja. Piston. Mi ez? Piston HP. Jó, hogy vannak külön Turing cuccok, Ferku? Nézd meg! Hány kell belőle? Lehet, hogy 4, mi? Jó. Vannak külön Turing cuccok. Ugye a HP, azt gondolom az, hogy ilyen horsepower. Ó, hát akkor ez nagyon izével lesz. Kiugrik majd a helyéről, a motor annyira fog menni. Oda hordom mind. Figyelj, helyén beépítjük a motort. Nem szarozunk. Van 28 ezrünk, még figyelj, váltó kell nagy felni. Fú, ezt annyira várom már, hogy ezt megcsináljuk, ezt nagyon bírom ezt. Hú, ide kell, láncos vezérlés belül van. Jaj, Sanyi, vannak, lesznek bajok. Te figyelj, nekem meg kell néznem ezt a blokkot, hogy van. És hova tűnt a vezérlés? Ja, kivettük a főtengelyt? Nem, ott a főtengely. Kéne nekem egy főtengely is. Cudarul. Kéne nekem egy főtengely. Ez mi az anyám? Ja, izé. Ja, ezt tartotta ugye ez a vezeték, benzinvezeték. Fú, gyerekek, rendesen meg vagyok ijedve. Jó, meg a kormánymű, meg minden. Na, kéne nekünk egy főtengely. Sőt, azt kell csinálni, meg kell nézni az alkatrészeket, hogy
engine, és meg kell nézni, mit kell nekünk, és azokat így össze kéne vernünk. Szerintem, gyerekek, ugye A4-es motor, nézzük végig, hogy mi kell. Légszűrő biztos kell, légszűrőház biztos kell, légszűrőház pedig biztos kell, ez a szíj, ez biztos kell, ez biztos kell, aksi biztos kell, ez biztos kell. Várjál, karburátor, álljál meg. Karburátorból azt hiszem tudunk venni többet. Ez biztos kell, ez biztos kell. Ez a izé volt, ez a bütykös tengely, vezérmű. Ez is kell. Blokk nem kell. Ebből nincs több. Jaj, nem mindenből van HP, bazze! Itt vannak alul a HP-k. Mindenből van tudék galul. Manchester. Mondjuk azt a kevés... Na az a miért nem fogy a pénzzel, vagy mi a tököm? Ma még mindig 28 ezeren van. Szar a szét van minden. Ó, te fiú, hát akkor mindjárt átnézzük. Rohadt életben, itt vannak a HP-k, figyeld. Ugye... Ez mi az a Spark Plux? Ja, ez izé. Az mindenképp ezt elvettem. Blokk van. Turbócső. Légszűrő turbóhoz, tehát turbós lesz. Kipufogó turbóshoz. Igen, leömlő turbóshoz. Turbó. Ez fog a... Ja, ez gyújtás elosztó HP. Performance-os izé... üzemanyag. Fej, de most ez karburátor, az hogy az agyába kell? Az kell. A motorpumpa, vagy vízpumpa is kell, engine fan is kell. Starter biztos kell. Ez biztos kell. Hűtő biztos kell. És akkor ez biztos kell. Olyan szűrő biztos kell. És itt már vettünk olyan oggalt. Ez kell. Ez kell. Ez kell. Kell egy váltó. Kell egy üzemanyagtartály. És ilyen nem kell, ilyen viszont kell, ilyen kell. Aha, jó, oké. Azt nézem, hogy ebből nincsen HP-s. Ugye a szelepfelélből, meg a hengerfejből sincs HP-s. Nincsen bazza. Érdekes. Oké, gyerekek. Hű, bazze, no! Azt a betyás, Anyi, mi van itt, te Jézus Isten! Na mindegy, a HP-sokat kell beépíteni, az a lényegük, gyerekek! Megvettük a világot, 24 ezerben vagyunk, gyerekek, még mindig annyi pénzünk van. Nem mondom, hogy könnyű játék, de azért nem is nehéz. Azért hagy élni, érted? Oké. Okay. Jó, hát szerintem a... Uha! Baze, elbugolt! Menj alá, jó van. Elbugolt baze, akkor izé. Az mi történt? Na az ilyenekkel lehet aztán beszívni rendesen. Mondjuk ez olyan orrnehéz lesz, ha belerakom a motort, hogy az őrület. Nem? Még föl kéne elvennem még. Olyan orrnehéz lesz ez a gép. Ez majdnem izé, majdnem elbugolt a világ végére. Lehet, hogy kéne néha mentenem, nem? Na jó. Egyébként az is tök jó, hogy beraksz valamit eljére, akkor az ott is marad. Hoppá, már mint egész addig, amíg nem csinálsz olyan hülyeséged vele. Egy, kettő. Három, négy. Három helyen csapágyazott. Három helyen csapágyazott. Aha. Főtengelyünk. Csodálatos, gyerekek, jöhetnek a dugibugik szerintem. Szerintem a dugibugik is alulról fognak menni. Beraknék egy izét, egy normát, meg ha, vagy kettő normát, kettő HP-set. Mi? Ez mi lenne akkor? Gondolom nem olyan nagy teljesítmény. Ezeket beszórom, azt lecsavarozom őket.
imádom, imádom. Hál' Isten, itt nincs az, hogy megszorul egy csavar, azt anyázol, nem? Tudod, van az rendes szerelésbe. Igi, gyerekek, az lásott a lábfejemre. Na, mennyi már beljére. Jó. Még jó, itt meg tudsz venni mindent. Most ez a csavarkulcsa veszik, szemben a voltba kapsz egyet, érted? Azért nem, az, nem, a, nem egy ilyen ordinári nagy szivatás az egész. Húzzuk le a izéket. Főtenk. Ezeket egyébként nem húznám meg, mi lenne? Baj, mi? Kiugrana a motor a helyéről, úgyhogy jó lenne figyelni rá. Nagyon élem, tetszik nagyon ez. Na figyelj, akkor igazából ide nem kellene semmi olajteknő, jöhetne, nem? Jöhetne az olajteki-teki-teki-teknő. Az volt valahol egy olajteknők. Gondolkodj, figyelj, olajteknő tömítés nincs. Pedig kéne ugye azért, hogy legalább megkenjél valamiben. Jó, olajteknő mehet, biztos? Olajteknő mehet, ugye? Vezérlést be tudom pattintani attól még? De várja a vezérlésnek a... Ez hogy működik a vezérlés ennél a játéknál? Hogyan kell ezt összerakni? Hú, mi van itt, te Isten, kuplung? Ja. Ne kelljen már szétbontanom, érted? Fú, bazza, mi van itt, öcsém? Hol van a vezérlés? Vettem én vezérlést? Az minek nevezik, basszus? Minek nevezik angolul, gyerekek? Vezérlést. Ez itt van, oké? Okay. Ugye a bütykös tengely, vagy minek nevezik, vezérmű tengely. Ez nem az. Vajszűrő. Bazza, esküszöm, nem látok ilyen vezérlés dolgot. Itt az, ott a vízpumpánk. Hát látjátok, vagy én vagyok a hülye? Nem tudom. Na mindegy, összerakjuk a... Jézus Isten! Ezt meglátom, én mindig így elszörnyedek, hogy mi az. Hengerfej. Vigyük aki a hengerfejet. Meg a hengerfej tövítést, elkezdjük földről építeni a motort. De bazza, egy vezérlés azért lehet, hogy nem ártana, nem? Hogy ez elég nekünk. Hát de nincs alul izé, kerek, kerék. Nincs meg alul a kerék. Az... Ja, oké. Okay. Az olajleárasztó csavar, az be van csavarva? Bazza, levább izé. Fötődtem majd olajjal aztán. Aha, be van csavarva szerintem az. Mit akar ez mutyizni ott? Ja, meg kéne húzni ezeket, ugye? Jó, csináljuk, azt valami lesz. De várja, nekem ez így gyanús. Hű, bazza, kilőtte a szememet majdnem ez a kulcs. Ez nekem gyanús, hogy itt a vezérlést kéne először megcsinálni, mert innen férek hozzá, de nem férek innen se hozzá, bazza. Hát most ezt feladja a leckét. Ezt leveszem innen egyelőre. Nem férek innen semmit hozzá. Leengedem, belenézek a balikba. Hogy kell előre hajolni? Aha. Erre vagyok kíváncsi, hogy... Ez olyan egy rohadt büdös izérincsen. De! Ja, hogy ez már rajd van a fogaskerék gyárilag. Aha! Rajd van a... Rajd van. Úgy van ödve a... Vagy kiképezve már a... Oké, nincsen gond. Úgy van kiképezve a főtengelyünk, hogy ott van rajta, nem fogaskerék, tudom. Hú, most ezt biztos kapnám az ivet, hogyha azt nem javítanám ki. Nem fogaskerék, lánckerék. Mivel ugye láncos a... Láncos ennek a ladának a... vezérlése. Kette. Csitíri. Dva. Csak oroszul kellene, megtiszteljük. Csak oroszul lehetne beszélni, amikor ladát szerelsz. Csitíri dva, meg ilyen hülyeségeket kéne voddaljuk. Az, azok elvileg számok, ugye? A csitíri meg a dva. A dva azt hiszem a kettő. Ezt emlékszete? Hú, hányszor meséljem azt ezt a viccet el, de lehet, hogy valaki nem hallotta, hogy amikor a ruszki katonák megérkeztek Nemes Rádóra, ugye ahol lakok, a második világháborúba. Az egyik az tolta az egyik menyecskét, aztán menyecske
ugye alatta volt. Hát ilyenek történtek, igen. Aztán az orosz katona az egész végig azt mondta, hogy tak, tak, tak. A tak az azt jelenti oroszul, hogy jó, 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 tak, tak, tak. Aztán a menyecske megunt, azt mondta neki, hogy tág az anyád picsája, te faszod kicsi. Komolyan ez így volt, ez nem vicc. Na, jó, ez lehet, hogy ez nem családbarát tartalom, hát bocsánat. Ne, csináljatok úgy, mintha nem hallottatok volna semmit, hogyha anya ott van a izébe. Anya ott van a szobában. Ne, ne, nem tudom, mi volt ez. Kiporozzál, beszél csúnyán. Ezt jól lehetett egyébként. Megmondta a csaj, hogy az, itt üzenyel, itt cseszegeti, hogy tág neki. Az közben meg annyit mondogatott szerencsétlen katona, hogy tágták. Na, figyeljetek, kéne nekünk a vezérlé, nem a hangerfejtemintés. Ugyi bugyi, hogy jó, leesik, meggörbül, sose lesz jó, oké. Kéne nekünk egy hangerfej. Jó, hogy a szerepeket nem kell beraktam, mert attól még akkor megőrülnék. Kellene nekem. Egyébként jó, hogy van világításuk. Hova a tökönbe tudom lerakni azt a szaros kulcsot, gyerekek mindig? Azt mondja meg valaki, hogy a tököm nem robbanik el, hogy az... Hogy van? Egyszer rakom a helyére, akkor se találom. Na! Gyerekek, így kiviszem egyet az utcára, ízeg haszni nélkül. Biztos egy bűnnek a rendőrök. Na! Kéne nekünk egy vezér műtengő. Szerintem, ugye? Jól láttam. Itt egy millió csavart le kell húzni. Ele hagyjuk egyet, gyerekek, figyeljetek, mert vége lesz a bulinak. Fölrobban az 1-8 tévid a szar. Hosszában van a izé, motor, mint minden rendes autóban, vi gyerekek. A ladába is. Itt meg akkora ó lesz, faszek, ki se látok. Kicsit hideg van, ilyenkor a legrosszabb szerelni, olyan hideg a fém. Jaj, nem, izé, tud fájdalmas lenni, valahogy ráütsz a gezedre, meg még ráadásul hideg is van. Na, valami vezérlés félét kellene ide okumulálnunk nekünk. Azt mondom nektek, gyerekek. Itt meg vettem, várjál. Nem ám a HP-sot nem rakom be, jó? Oké. Okay. Nem figyel a kép. Vannak ilyen pörgettyű hülyeségek is. Jó, gyerekek, umban itt a izé, várjál. Mit keresek egyáltalán? És meg elfelejtettem. Mit keresek? Vezérlést. Vezérlést. Kéne nekem egy lánc. Vezérműlánc, gyerekek. Hol az a... Mákos, túros izőjében van egy vezérműlánc. Hol van egy vezérműlánc? Itt van-e? Szerintem ez az. Pattintsd oda. Az volt a vezérműlánc, megvan, gyerekek. Jaj, hát a képer annyira nagyon ott van a toppon. A Lada szerelésben nagyon vágja. Kell egy szelepfedél. Ez milyen? Szóval csavarhúzós, mert megőrülök. Ruszkik tukitelik minden, bár aztán ugye... Ez egy Fiat License. Ugye a Lada. Fiat License. Azt hiszem a 21.07, meg a 05, meg a Niva, azok, amik nem konkrétan Fiat licenszek voltak. Mi megy abban a ligbe ott, gyerekek? Hol van a Lada motorom? Hadd nézzem meg. Az mi megy? Az Isten tudja, ő megy abban a ligbe. Ja, izé, a önindító, jó van. Figyelj, kéne hátrafele menni szerintem, mert itt az elejéhez jobban hozzáférünk később. Föl kéne pattintani a váltót, kuplungot, meg ilyeneket. Szerintem egész jó haladunk egyébként, de nem tudom, néha olyan, mintha FPS dropunk lenne, pedig aztán ott látni fenn, ugye ti is látjátok, hogy nem annyira szar itt az FPS. Kicsit lejjebb engedem, jobban hozzáférjek egyébként. Ez is mekkora nagy segítség. Okay. Kivisszük a váltót, kivisszük a kuplungnak a részeit. Kéne nekünk egy... Igen. Kellene nekünk... Hú, van még kuplung rész. Ezért megvettem mindent egyszer, én hülye. Ez is kell majd, ez meg a... Generátoré. Figyelj, még valami kellene, egy kuplung, az nem jártana. Szóval kiálljon egy kicsit, ott van-e. Ugye? Ez az?
Kuplung tárcsa, kuplung tárcsa. Ezt milyen soron meg tudva rakni? Majd vigyel, kiderül. Na. Mi van itt még? Jój, mi? Ez mi az anyád? Ja, generátor. Elég hülye nézett ki föntről. Oké. Okay. Ja, hát ugye a turbóhoz másfajta izé kell. Leömlő meg minden. És a Weberre hogy fog menni turbó? Ez úgy fog menni, hogy... Ja, hát konkrétan... Leömlés... Turbó... És utána meg visszakapjuk a levegőt, bevegőt. Oké, okay, ezt várjál. Szerintem flywheel megy először, ugye? Vagyis a... ez. Így. Igen. Csomó-csomót lehúzunk. Jó, ez lehet, hogy egy kicsit hosszabb rész lesz. Remélem, nem mond gyerekek, én nagyon élem ezt. Meg hát ezt nem kéne így szétaprózni. Most eddig tart, nem? Ez van. Nehogy kiadjak valami csomót, agyalok. Nem hagytunk ki semmi csavart? Maza, én megnézem, hogy nincs ott valami csavar, jó? Ez nagyon fosok. Uh-huh. Nincsen valami meghúzható csavar, baza, valami ott van. Nincs, meg van húzva minden. Az volt ugye a főtengely, az meg a... Jó, oké. Okay. Bocs gyerekek, csak nehogy az legyen basszus, hogy... felrobban a motor, amikor elindulok, mert akkor az... ezzel nem vagyok elebbre. Szépen minden csavart. Húzi buzi. Húzi buzi! Hát ez lehet, hogy nem volt annyira jó. Ez egy vicces kifejezés. Te szerintem nem jó lakom. De. Ez meg ide. Ez meg majd ide jön. Ennyi. Ennyi gyerekek. Micsoda? Figyelj, egy ilyen My Summer Car agyfasz nélkül. Komolyan ez a játék. Ez egy My Summer Car megbolondulás nélkül. Ez tényleg az a játék. Figyelj, így kelek föl, azt berúgom a fejem oda. Csak az a baj, hogy nem igen látok föl. Azt meghúztam? Meghúztam. Ugye akkor csak 6 csavar volt itt. Meg van húzva mind, ugye? Meg van mind, mehet föl a váltó. Öcsi-pöcsi, mehet föl a váltó. Ezt mehet bele majd egy váltókar föntről. Ó, várja, beverem a fejemám, az a baj. Valad a váltó, bekerül. Várja, ezt hogy kell? Meghúzni, hogy hol vannak a csavarjai. Mi van, hol van csavarod, öcsém? És ez komolyan? Nem látok csavart? Valami nem stimmel a gyerekek. Mi a pöcsöm, hol van ennek a csavarja? Hát de várja, nem is látok rajta likat. Gyerekek. Mi nem, valami nem stimmel. Na, ezt meg lelököm mindjárt, de... Bazzer, hol van ennek csavarja, gyerekek? Júj, ez mindjárt rámesik. Nem jó, nagyon alacsonyan van. Nem értem! Nem értem, hogy ennek hol a csavarja, gyerekek. Hát töcsém, hát ennek nincs meg a csavarja. Nincs is rajt. Hogy az agyám picsája? Hogy a tökörbe? Hol van egy... Várj, milyen bántom volt? Ezen sincs öcsém. Azt mondjátok, hogy az önindító fogja be, mert akkor ide hülyét kapok. Hát gyerekek, én ezt nem értem. Ez most nekem... Ez nekem most egy kicsit magas, úgyhogy ezt lehet, hogy most áttérünk máshova. Önindítót fölpattintjuk addig. Azt mindenképpen úgyis fel akartam. Ja, itt egy kicsit így meg vagyok lőve, hogy... Hova az anyámba raktam meg én a sarkulcsot. Jó, hogy itt nem bugolnak el a tárgyak. Elindító.
Berakom az önindítót minden esetre. Ez sose állt, hogyha van egy autóba, ugye? Két csavar fogta. Jó. Figyeljetek, eddig itt jó. Szerintem itt elkezdek. Tök jó, hogy leszettem az elejét. Mi az, hogy így milyen jó szerelni ezt a Verdát. Motorral kéne még egy picit foglalkozni. Nem tudom pontosan, hogy áll össze ez a turbó dolog. Mindenképpen kéne egy leömlő a turbóhoz, ugye? Figyelj, építjük azt a váltót, azt tudjuk később is. Jó, a leömlőt be kéne csavarozni. Gyerekek, egész éjjel dolgozunk itt. Kettő. Valamilyen behajolás. Le kéne engedni, mi? Vagy pedig föl. Már látok föntről? Hú, gyerekek, ez az irányítás, ez... De mondjuk százszor jobb, mint a My Summer Car. Hú, nem tudom, beszélek én egyáltalán? Mert annyira el tudok ám ilyenkor varázsolódni. Ott kint meg fúj a förgetek. Hát megőrülök, egyre durvábban havazik. Komolyabb oldal. Fúj a förgetek, gyerekek. Rendesen. 1, 2, 3. Oldalanként, meg úgy látom, csak egy csavar. Akkor megvan. Mi ez a nagy havazás? Egyre durvább. Normális az a játék? Mi történik itt? Tehát az őrület. Na, várjál. Kellene nekem egy szívósor. Nincs külön szívósorunk? Hát hol? Lemártala, nem? Ja, fölmegy egyből ide? Nehogy már. Ez így megy. És a tüték merre állnak? Tüték oldalra állnak ezeken a gépeken, gyerekek. Ferike, mondjad már meg. A tüte az oldalra van? Azt hittem, hogy fölfel áll a tüte mindig. És mindig a... Ja. De várját, hogyha rajt vannak a tüték, akkor abból hogy lesz izé? Akkor abból hogy fog bevenni a turbó? Most már tényleg a tököm nem... Semmit nem értek ebből a bazza. Ezt lehet, hogy le kell verni. Mi? Nem keveredtem én itt bele? Nem hiszem. Itt van a cső a turbóhoz. Aztán hova fog az menni? Itt a turbi-burbi. De mi a tökömmel fogom összekötni a turbót? Ezt nem tudom. Gyerekek, komolyabb oldal meg vagyok lőve. Úgyhogy most biztos hülyének néztek, hogy mit csinálok. Aki tudja, hogy hogy kell. Hát én pont nem az az ember vagyok most. Gyerekek, azt sem tudom, merre van előre. Na, be kéne bújni. Ott van egy csavar valahol, ahol nincs lehúzva az. A Weber. De hát figyelj, ebből Weberből hogy lesz turbó? Na, erre már én is kíváncsi vagyok. Azt gondolom ti is. Hogy ezt hogy oldja meg a Keeper? Nem tudom elképzelni, tényleg. Na mindegy. Hozzuk azt a turbócsövet. Egy coolerünk nincsen, vagy valami? Na, és akkor ez? Értem én, hogy kipufog. De hogy megy ez föl? Ez sehogy bazza. Érted, mit mondok? Jó, várj, ez fog lemenni. Tovább menni. Hol van az a turbó? Hát ezt a csigát mire szerelem én föl? Oda megy a csiga. Aha! Oda megy a csiga-biga. Érdekes. De hát akkor... Várjál már, én itt ezt nem értek valamit, de olyan fúj a szél, bassz, minden van itt. Nézzük ezt a Lada témát. Itt van a turbo pipe. Hirdvettünk? Pici turbo pipe-ot? Itt van a turbo roll a kipufogó, oké. Okay. Turbóhoz, vízpumpa. Ez mi? Ilyen kellene, ez kellene, akkor nem a... Ilyen kellene. Ilyen kellene, nem izé. Így, ilyen kellene, szerintem. Megnézzük, mi a fasz, mi a tököm ez. És hova vetted? Szerintem ez kellene hozzá.
Nem. Bazza, gyerekek, várj, vedd le a turbót. Nekem ez a tütés dolog, ez nem stimmel. Hát, bazza, hát ez... Így nem fogod tudni a turbót bekötni. Hova kötöd rá? Tütékre, vagy hova? Pont az a lényeg, hogy a levegőt. Na várjál, jaj, hol van a kulcsom? Beleesett a motorba, komolyan boldog gyerekek. Jaj! Esküszöm, beleesett a motorba. Bár a motor belsejébe a kulcs. Tényleg, viccel kívül. Benn az engine-ben a kucsom. Jaj, nehogy azt mondjátok, hogy bennmaradt. Villáskulcs benn a motor belsejébe. Ez úgy izgi lenne elindítani szerintem. Az agyamban van. Figyelj, szelepek, mindent látsz, de durva. Hol a vellás kulcs? Vagyis a francia kulcs? Ne! Ah, ott van a... ott van megrekedve, bazza. Jó, na. Nem értem! Gyerekek, mindjárt írok izérek. Ferikének, bazza, komolyabb oldva, vigyelj, telefonos segítséget kérek. Hát, hogy nem lehet turbósítani, ha egyszer ott vannak, ott van a Weber. Várja, valahogy le kéne mókolni, csak már bele vagyok keveredve, melyik csavar, melyik. Már durván bele vagyok keveredve. Ha? Jó, nézzük meg ezt. Mi történik, hogyha ezt rakom ide? Ha ez lesz a turbósé. Aha. Jó, bocsánat, a Weber az ugye karburátoros lenne. Ez lesz így a jó, így lesz a jó, és akkor illeszkedik a turbó. Nem nagyon működött volna szerintem. Aha. Jó, ez így egyel jobb lesz. Még mindig nem vagyok kiegyezve teljesen. Ezzel a gyerekek. Oké. Okay. Mindjárt kiderül. Meg vagyok lőve teljesen. Jó, hát a Weber akkor az egy karbis rendszerhez kellene, nekünk itt viszont kellenének dolgok. Kell a turbo pipe, ez kell. Jó, gyerekek, itt mi történik? Ez kéne valahova fölcsettinteni, nem? Hát nem oda megy ez fel, vagy hol az anyám balagába megy, már meg vagyok vadulva. Bazza, oda kell viszont valami, hát ide kell valami. Tehát van egy felömlőm, attól még kéne nekünk egy olyan karburátor, amely nem tütés, hogy valami kell. Hát ez bazza, ettől még nem fog üzevagyag keletkezni ott. Vagyis nem fog üzevagyag és levegő. Ez lesz az, bazza, hiszed? Ez lesz az. Azért mondom, hogy valami. Hol az anyában vagy most? Ez az. Ez lesz. Ez az. Azt a betyár, gyerekek. Te édes Isten. Igen, ez lesz az. Komolyan mondom, ez ilyen oktatóanyag lehetne izének. Autószerelőknek. Meg van az húzva? Legalább ránéztem arra is. Ilyenkor olyan finom az egér. Így be vagyok hajolva, be vagyok dőlve a kocsiba. Okay. Nem cseszik ám ki velünk, és az elvileg most föl fog menni a tetejére. Mondtam én, na így jön össze a turbócső. Kejfő áll a földről, de ott a lizék, ekecsöljék. És, hogyha ezt lehúztuk, akkor elvileg már csak a kifufogó. Jó, ugye egy kapásból a leöblőm van. Szuper. És ugye levegőt itt tolja be ebbe a karbiba. Teljesen szuper minden. És nekünk kéne még egy kifufogó cső, ami ki fog erről menni. Ugye az nem ártana. És el fog menni ott hátul. Ez az, gyerekek! Na, erről beszéltünk. Hát csak megoldjuk.
Csak összedobjuk a 1.8 turbót. Azt a meg... Mi ez a nagy cullangi gyerekek? Jaj, sagyi. Jó, várja, nézzünk egy i-betűt. Nagyon tiszta, érdekes, hogy rásztosnak írja még mindig. Rozsdásnak, de úgy gondolom, az lehet, hogy még itt az alkatrészeket is beleveszi. Overall condition az nullás. Hát konkrétan ugye hát nincs összerakva még. Nézem, hogy itt nincs valami, valami csavart nem hagyok ki, de szerintem nem. Ide jöhetne ugye a gyújtásolosztó, meg be kéne kábelezni. Nem akarom olyan túl hosszúra húzni az időt, gyerekek, de én ezt nagyon élem. És ez pont a HP-s, ugye azt figyeljük, hogy a HP-s dolgok legyenek. Ez valahogy ide kéne bepettyenteni, hogy tudja a keeper. Hogy tudta, hogy tudta? Hol van a izé? Hol az anyámban van egy izé? Csavar, ennek, ezeknek, komolyan mondom, ezekkel meg tudok vadulni, hogy, hogy hol van ennek csavarja? Ott, páze, oda nézzé, hallod? Az anyád! Na, kéne bele gyújtógyertya is, vagy valami ebbe a motorba, nem ártana, nem? Hol vannak a gyertyaizék helyek? Azok akarnak lenni, azok a likak? Na, akkor várni a gyújtógyertyán. Az vettünk egy gyújtógyertyát, össze, hogy vettünk gyújtógyertyát. Ez mi? Üzemanyagpumpa, pump. Izé, tudjátok, hogy jó, hogy mi. Várjál, ugye, ebből van a, van a racse. A racsésod kell. Meg van gyertyát vettünk, de azt szerintem abban nem volt racse. Van a gyertya. Hát itt van-e. Abban szerintem nem volt gyertyával, nem volt racse. Ezt meg hogy kell ezt csinálni, azt még ne kérdezzétek már. Kizár dolog, nem tudom. 1, 2, 3, 4. Ennyi elég lesz. Talán 4 volt benne. És akkor ezt. Hú, gyerekek! Ha meg vagyok rendesen keveredve. Ezt. Egy. Kettő. Álljom. Háj! Négy. Mondjuk az jó, de hozzá lehet férni. Négy. Nagyon szuper, gyerekek, nagyon szuper. Hú, ez nagyon jó. Összerakjunk a blokkot teljesen. Ott ki meg szakad a hó. Van nekem elvileg egy gyertyakulcsom. Isten tudja, hogy hol. Itt te. Ez szerintem az egy gyertyakulcs akar lenni. Rá, belehúzzuk. Meg nem kell tekergetni, hanem rákattintasz. Mi értelme annak a tekergetésnek? Így is, úgy is betekered, nem? Időhúzás az csak, oké. Okay. Gyertyakulcs. Majd fel kell tölteni ugye mindenfélével. Üzemanyaggal is, meg mindennel. Jó, akkor azt nem tudom, hogy a ezeknél a gyújtó trafó az hol van? Valahol a kaszni oldalán? Remélem, hogy olyan helyen, ahol fel tudom rakni már most. Hol szokták rakni ennek a ladánál a gyújtó trafóját? Ha? Gyerekek, mondjátok már meg. Aha, ide valahova. Ja, ott van. Aha, az nagyon jó. Azt is meghúzzuk, és akkor bevezetékelem. Majd tász a kulcsa, hülye gyerek. Na, várja, így. Ott van egy csavar. Ja, hát az fogta, jó, oké. Okay. Akkor van még egy, gondolom, kettőre. Ott fogja. Gyerekek, kihagysz itt egy csavart. Megbalandulsz szerintem utána. Biztos felrobbal ez a kocsi, tuti. Mármint, hogy nem fog sikerülni tökéletesen. Nézzük azt a HP-s. HP-s, HP-s kábelköteget. Vagy korbácsod, vagy mi ez. Az az gyerekek, ez az. És akkor ezt figyelsz, rá kellett dugni. Ezzel gondolom más, más helyzet nincs. Gyerekek, hát alakul a moci, nem? Nézzük meg, mit hagyunk ki. Mi vannak itt nekünk? Van üzemanyagpumpánk. Van üzemanyagvezetékünk, ez viszont ugye ezekben nem volt HP-s. Ja, ez kell ugye a hűtőhöz, ez is kell a hűtőhöz. Ezeket is be kéne. Ez mi, olyan vízpumpát se ártana, meg a hűtőt se ártana. Meg ugye, ó, meg kéne egy izé. Ezt földobom gyorsan, ez elvileg csak így. Föl kell bigyeszteni, ha. Ott van a csavar. Szuper gyerekek, komolyan mondom, élvezem ezt.
Ez csak egy darab gyűr, izé, bilincsel. Ajajaj. Hát ez dodja nagyon. Gyerekek, ez nagyon fullos, nem ez a gép? Én ma most élem. Tök jobb bele lehet nézni és minden itt. Ah, utólag is tudod húzkodni így. Meg tudod nézni. Ez tök jó ez például. Ó, de jó. Igaz, hogy nem túl reális, de jó. Okay. Mekkora csiga gyerekek? Ezzel aztán menni fog. És hú, már nagyon várom. Nya. Most tök jó, hogy az semmiből építünk. Így ennyi erővel tudjátok, így megtanulod az egész játékot. Most, hogyha mindig csak csiszolsz, meg ilyeneket csinálsz, akkor nem lépsz előre. Figyeljetek, az aksinak kell egy aksi tartó nekem? Nem volt külön HP-s aksi szerintem. Miért lenne? De valószínűleg nem. Most ide vigyeztettem. Ez nekem jó-e? Gyanús, hogy ez lehet, hogy ez lószart se ér. De meg kéne aksisarú vagy valami. A gyerekek, ez szerintem ide kellene még valami. Nekem ez gyanús. Ja, figyeljetek srácok, szerintem lehet, hogy elbúcsúzom, mert epic hosszú videó lett. Várlak benneteket a következőbe. Folytatjuk, lehet, hogy a következőbe egy kicsit kasznizzunk. Meg egy kicsit futóművezzünk, azon is gondolkoztam. De meg már mehetne a váltó. Meg a kézifékkar, Jézus Isten, még mennyi minden van. Ez brutális. Nagyon durva. Imádom egyébként ezt a játékot. Köszi a figyelmet. Jók legyetek, csá!